Drasztikusan emelkedtek a gyümölcs és zöldségárak, a legnagyobb drágulással a legalapvetőbb termékeknél, a paradicsomnál és a paprikánál találkozhatunk. A győri vásárcsarnokban is megugrottak az árak, a kereskedők kénytelenek voltak emelni, ugyanis ők is drágábban kapják az árut. A fő oka a költségek növekedése, ugye a legtöbb üvegházba gázzal fűtenek, vagy pedig geotermikus energiával, egyik se olcsóbb, a gáz az ugye náluk nincs rezsicsökkentés, tehát ők piaci áron veszik a gázt, ami tudjuk, hogy elég magas költség most. Aki viszont geotermikus energiával fűtött, meg a villany drágult meg, ugyanis vissza kell sajtolni a földbe ezt a lehűtött vizet. A vegyszerek is drágábbak lettek, egyes termelőkkel beszélgettem, mondták, hogy van, ami a duplájára emelkedett, meg hát a műtrágya, azt is tudjuk, hogy az is komoly áremelkedésen esett át. Egy korábbi felmérés szerint a magyar fogyasztók nagy része a minőségi magyar gyümölcsöt és zöldséget helyezi előtérbe vásárláskor. A kimutatás szerint a vásárlók 60-70%-a keresi a hazai termékeket, így ők érezhetik meg leginkább a drágulást. A kereskedő azt mondja, már érzékelhető a forgalom lassulás és az, hogy az emberek meggondolják, mit és mennyit vásárolnak. Valóban egy kicsit visszaesett a forgalom, kevesebbet vásárolnak, jobban meggondolják, többször kisebb mennyiséget vesznek, úgyhogy azért észre lehet venni, hogy komoly drágulás van. Nem jobb a helyzet a húsoknál és a tojásoknál sem. Utóbbinál jelentős a drágulás, egy tojásért átlagosan 50-55 forintot is elkérnek. Ennek oka a takarmány, energia és munkaerőköltségek megugrása. Csak a tojástermeléshez szükséges takarmányok ára 40%-kal haladta meg a múlt év utolsó negyedévében az egy évvel korábbit. Hasonló okok miatt drágul a hús is, ugyanis a takarmány árak itt is jelentősen megugrottak.